Egészséges Szegedért a program elnevezése. Sokan csatlakoztak ehhez a programhoz. Kik pontosan? Hát a Szegedi Tudományegyetem 4 egészségügyi kara csatlakozott elsőnek a programhoz, de Szeged megyei jogú város önkormányzata is, illetve a kormányhivatal is. Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség, az Orvostanhallgatók Egyesülete szintén csatlakozott a programhoz, illetve Szeged legjelentősebb médiumai is csatlakoztak a programhoz. Mi a program lényege? A program lényege, amit a Szegedi Rendezvény és Média Központ indított el útjára, hogy egészségesebb legyenek a szegedi lakosok. Ezt alapvetően kétféle módon szeretnénk megvalósítani. Az egyik az, hogy felvilágosítás útján, médiumok, szórólapok, rendezvényeken való megjelenés és személyes beszélgetések útján. A másik pedig az, hogy szűrővizsgálatok segítségével, amit az orvostanhallgatók, orvosok végeznek. Helyszíneken hol lehet találkozni a programmal? Hát ugye a médiumok lapjain, rádióban, televízióban lehet a programmal találkozni, illetve csatlakozni szeretnénk és csatlakozni fogunk nagyobb rendezvényekhez. Olyan rendezvényeken veszünk részt, amelyeken a szegedi lakosság nagy számba vesz részt. A partfürdőn például a Mosolyparton leszünk jelen, de a Tisza átúszáson is jelen leszünk, vagy például a szegedi ifjúsági napokon. Szeged lakossága körülbelül az átlagot hozza magyarországi egészség tekintetében, Magyarország viszont azért nem áll túl jól. Itt láthatunk a sajtótájékoztatón néhány adatot, mennyire állunk rosszul? Hát, nagyon. Tehát a néhány nálunk jóval kisebb GDP-vel rendelkező országban csak mögöttünk, akik körülbelül ezen a GDP-n vannak, mint mi, vagy előttünk, az a egészségügyi felvilágosításban is messze előttünk vannak, és a halálozási arányszámban is messze előttünk vannak, már mint hogy jóval kevesebben halnak meg betegségekben. Például a rák, vagy a dohányzás okozta halálokokban nagyon-nagyon előállunk sajnos, és ezeknek egy jelentős része azt gondoljuk, hogy felvilágosítással, vagy időben történő szűrővizsgálattal megelőzhetőek lennének. Milyen reményekkel indították útjára a programot? Mondjuk egy év múlva milyen változások lehetnek Szeged egészségében? Hát bízunk benne, hogy egészségesebbek, egészségtudatosabbak lesznek a szegediek. Tudják, hogy mikor hova forduljanak, kihez forduljanak, hogyha gondjuk van. Tehát ez is olyan, hogy ugye, mint a marketingnek a szerepe, hogy minél többet mondanak el valamit, annál jobban tudatosul az emberekben. Mi nem egy teljesen új dolgot találtunk ki ezzel, mert eddig is fontos volt, csak az, hogy így összeálltunk a programban résztvevők, a médiumok, azt gondolom, hogy ennek ez az igazi jelentősége. Várnak-e még csatlakozókat? Közeljövőben csatlakozhatnak-e egyéb intézmények még? Természetesen minden olyan intézménynek csatlakozását örömmel veszük, akik tennének a szegediek egészségéért. És mikor találkozhatunk a program konkrétumaival a hétköznapi életben? Hát a médiumokban gyakorlatilag mától. Ez az interjú is része ennek a programnak, de a szegedi nagyobb rendezvényeken, a Szeged napja alkalmából, Mosolypart alkalmából már biztos vagyok benne, hogy találkozhatunk a Szeged, Egészséges Szegedért programmal.